Most pedig egy évfordulóra emlékezünk, mert hogy 1813. július 16-án született Rózsa Sándor, a legismertebb magyar betyár. Alakját már életében idealizálták, a szegény ember védelmezőjének tekintették. Több fegyveres rablás és gyilkosság fűződik a nevéhez. Néhányszor börtönbe is csukták, egyszer amnesztiával, de többször a maga jószántából szabadult. Végül a szamosújvári Tömlöcben 65 éves korában tüdőgumőkor végzett vele. A magyar betyártörténelem nem szűkölködik neves szereplőkben. Angyalbandi, Sobrióska, Vidrócki Márton, Patkó Bandi, mindannyian híresek vagy inkább hírhettek voltak. De betyár királynak csak egy valakit neveztek, Szeged szülöttét, Rózsa Sándort. Apját lólopásért felakasztották, és ez a tragédia rányomta bélyegét az egész életére. Zsiványnak zsiványa fia, tartották róla. Már életében legendák övezték alakját, irodalmi művekbe, balladákba szőtték nevét, nótákat költöttek róla. Ő maga írástudatlan volt. A népkörében elterjedt, hogy a szegényeket szánalomból kíméli, csak a gazdagoktól veszi el az értékeiket. Az igazság azonban prózaibban festett, a szegényeket azért hagyta békén, mert nem volt mit elvenni tőlük. Rózsa Sándor a bandájával többször gyilkolt, a fosztogatásaiknak pedig se szeri, se száma. Az élete örökös menekülésből állt. Megesett, hogy börtönbe vetették, de megszökött. Halálra is ítélték, végül azonban megkegyelmeztek neki. Kufsteini várfogsága idején vasárnaponként a piac téren pénzért mutogatták a járókelőknek. Kossuth 1848-ban egy hódmezővásárhelyen kiadott bűnbocsánati hirdetményben kegyelmet adott Rózsa Sándornak. Cserébe a betyárvezér szabad csapatot szervezett, és kurucos harcmodorban portyáztak a déli szerbek lakta végeken. Néhány győzelmes csata után azonban fosztogatásba kezdtek, a népet nyomorgatták, a csapat azután szétszélett. Életed elén túl a Kései Robin Hood szeretett volna jó útra térni, de ekkorra már olyan híre kerekedett, hogy a körülmények szinte taszították az újabb bűncselekmények örvényébe. A haszonállatok elhajtásán túl postakocsi, majd vonatrablás is terhelte a lelkét. Utoljára Szegeden fogták el. A szamosújvári Tömlöcbe vitték. Megkeseredetté vált, fegyenctársaival nem barátkozott, inkább a galambokat etette az udvaron. Amikor 1878-ban, 65 éves korában meghalt a börtönben, csupán egyetlen suba maradt utána. A magyar betyárromantika örök bujdosóját Szamosújváron temették el. Sírja ma is látható.